Sanyi, megint hova hoztál minket? Itt vagyunk Kisterek külterületén, a játszótéren. De nem mondod komolyan, hogy itt 1 km a városhatártól van egy új játszótér? Hát itt áll, látod, nem? Nagyon fázom, menjünk be valami meleg helyre. Figyelj, itt van a közelben egy wellness központ. Nézzük meg. Nézzük meg. Csuszi! Hogy tudnak a deszkások kijönni ide a homok? Homoki deszkások. Erről beszéltél, Sanyi? Menjünk be! Persze. Ez zárva van. Másszunk át. Jó, másszál. Várjál, Sanyi, segítek. Hogy kerültél? Kis kapuk. Halló! Hello! Recepció! Sanyi, nem azt mondtad, hogy ez egy működő, vagy már elkészült wellness központ? Elvileg már át kellett volna adni. Elvileg már egy éven elnyúltak hozzá. A helyiek nem nagyon láttak munkásokat erre. Basszus, áram van, megőrülök. Nincs. Ő biztosan egy főkapcsoló. Teljesen őrizetlenül van hagyva az egész. Tényleg minden itt van, a gipszkarton, lapok. Vannak a tervek. Tehát olyan, mint elnyelte volna hirtelen a munkásokat a föld. Vadi úgy nyilászárok. De sőt, ez tényleg nem tűnt fel senkinek, hogy ez nem készült el? Hát elfelejtettek közben helyszíni ellenőrzéseket tartani. Akkor itt ez a 444 helyszíni bejárása. A kistereki gyógyszálló tényleg nem készült el. Valaki átverte Lázár Jánost? Nagyon úgy néz ki. Megvalósult. Ez olvasható a Kisteleki Hungaromet Hotel és Komplementer Gyógyászati Központ projekt kormányzati adatlapján. Ám a valóság mást mutat. A projektre 2012-ben pályázott a kivitelező cég a Royal Casa, és a csaknem 1,2 milliárd forint értékű beruházást 2016. decemberének utolsó napján kellett volna átadni. Mi január 4-én jártunk a helyszínen. Kész gyógyszálló sehol, a projekt annyiban viszont tényleg megvalósult, hogy a 822 millió forintos támogatást mind elköltötték rá. De tudod, mire emlékeztet ez engem, Sanyi? A régi szovjet laktanyákra, hogy be lehet menni. De basszus, ez egy uniós cucc! Építettek egy elhagyott szovjet laktanyát? Igen. Lázár Jánost ezek szerint átverték. Úgy fizetett ki az állami rakáspénzt, fizettetett ki az unióval az állami rakáspénzt, hogy ez a gyógyszálló elkészül. Tehát nem. Emberkakát nem találok, galambot annál inkább, ők már biztosan beköltöztek. De gondolom nem neki épült ez az egész, ez hány szintes lett volna, hány szoba lett volna? Ez egy háromszintes természetgyógyászati központ lett volna, vagy egy gyógyszálló, 38 szobával. Jó, ez nem csak egy sima hotel, hanem egy ilyen gyógyászati komplexum lett volna? Ez igen. Antropozófiai... Igen, ez a természetgyógyászati irányzat szerint gyógyították volna itt az embereket, de lehetett volna csak simán wellnesselni, meg hesszelni is. Hát a beton közben azt nézzük, hogy azért eléggé elkezdett már szétesni az épület. Hát igen, egy éve így el, itt a pusztában. Nem tudom, hogy ez azért van-e, mert így hagyták ott is egy oltári repedés már a frissen vakolt falon. Hát de az biztos, hogy ez az erózió ez csak folytatódni igen. Fog. Ami értékes dolgot meg kellett venni ez az épület, ez az megvettek. Mert nyilászárok megvannak, mondom, ezek a profilok, ezek azért elég ízék, az összes vezeték megvan. Tulajdonképpen mi hiányzik? A burkolatok. Burkolatok. Meg az épület gépészet, tehát a liftek. És az elektromot sem, az áramot be kell lehúzni. Sanyi, kiverte át Lázár Jánost? Nem tudom, fogalmam sincs. Ezt a szeletet. Ilyet! Na, azt lopunk, értem. A spaklit itt hagyom. Itt volt, itt hagyom. És itt ejtőztek volna a szálló vendégei. Gondolom a jó meleg termálvízbe. És közben ilyeneket mondogattak volna, hogy fiatal ember, ne fröcsköljön! Ugráljon bele!
Majd az átadásra talán ki jól volt. Hát két esetőség van, vagy egy munkás, vagy egy teljes egészen befagyva a medencébe, vagy csak egy sisak. Ezért nem volt biztonsági őr. Nekem tényleg csak egy kérdés maradt bennem. Ki verte át Lázár Jánost? Nem tudom, kérdezzük meg a polgármestert. Kérdezzük meg a polgármestert. Megvalósult egy házikó, illetve nem tudom, meg kérde 80-90%, nem érdeke szerintem senkinek már, hogy ez ne fejeződjön be. Nem az a fajta fantom projektekről szól a történet, amikor van egy valamiféle kitaláció, lehívunk hozzá egy csomó pénzt, felét lenyűjünk, a másik felével meg egyébként valamit festettünk. Én azt látom, hogy ez egy komoly ház. Akármennyire is komoly a projekt a polgármester szerint, voltak furcsaságok már a beruházás kezdetén is. A kivitelező cég miután megnyerte a támogatást 12 végén, bele se kezdett a projektbe, és egy év semmittévés után el is adták a céget egy bizonyos Gulyás Zoltán nevű vállalkozónak. Én ma is beszéltem a Gulyás Zolival, ma hívtam föl konkrétan, és megkérdeztem, hogy mi újság, hol tart a dolog, van-e valami erőre, és abszolút pozitív volt, és azt mondta, hogy Sándor, továbbra is azt szeretne mondani, ezt mindenképpen meg fogjuk csinálni, és meg szeretnénk csinálni. És lehet erre még pályázni egyébként? Nem. Ez már csak ilyenkor kvázi hitel, vagy ezért tudom úgy, hogy behozott egyébként olyan tőkistást, nyilván az üzlet részből adtak el valamit, és ennek fejében egyébként az, aki még bejön, az rendelkezik valamennyi tőkével, ami ez befejezésre szükséges. Na hát, polgármester úr, az képest, hogy mennyire megleptük, egész sok mindenre válaszolt. Hívjuk fel ezt a Gulyás Zoltánt, nem? Jó, hívjuk fel. Ő intézte az építkezést elvileg. Mondod a számát? Aha. Aló, Gulyás Zoltán vagyok, parancsolja. Mennyi kellene még ahhoz, hogy be lehessen fejezni? Még egy 250-300 millió forinttal. Egyszerűen bankot nem találtam, aki ezt finanszírozta volna. Mivel utasították vissza? Tehát, hogy volt olyan bank, amelyik azt mondta, hogy mert nem Budapesten van. Ugye itt az a pláne ebbe az egészbe, azért egy gyógyvízes szálloda, mert hogy itt a termálvízre építkezik mindenki. Környéken vannak termálvíz források, ugye pár kilométerre van egy gyógyfürdő, ugyanúgy Kiskunmalsán. Azért is érdekes, hogyha közelben van egy nagyobb termálfürdő, akkor vajon kik jöttek volna inkább ide, hogyha elkészül ez a 4 csillagos szálloda. Igen. És ez nem OEP-es hely lett volna, tehát nem beutalják az embereket, hanem ide tényleg ide kell vonzani a turistákat, hát ebben egyelőre így nehéz lesz. Azért is érdekes, hogy Kistelken megpróbálkoznak egy termálvizes gyógyszállóval, mert Kistelken már működik egy ilyen, ezt pedig Aqua Hotelnek hívják. A sajtóhírek szerint egyébként nem működik nyereségesen, bár egyébként állami forrásból újítják fel időnként. És a polgármester sem teljesen független ettől a szállótól, korábban ő üzemeltette, az ő cége üzemeltette a hotelt, most pedig a polgármester élettársa, a hotel ügyvezetője. Aqua Hotel felújítására 35 millió forintot költött az állam 2010-ben. Nem lehet, hogy a koncepcióval volt gondjuk, hogy a közelben is vannak termálfürdők, vagy... Nem, ennek a koncepciója véleményem szerint zseniális, ezt azért merem mondani, mert nem mi csináltuk, tehát mi ezt... egy pályázatot nyert céget, amelyik nem kezdte el a beruházást, és úgy nézett ki, hogy teljesen megfeneklett az ügy. Ez melyik cég volt? Ez hát a Royal Casa eredeti tulajdonosai. Tehát őrész nélkül vettük meg. Nyilván most ez az eladó állított, hogy a bankhittel megkapható. Értem, és amikor átvették a céget, akkor az előző tulajdonosi kör mennyit használt fel az uniós támogatásból? Jelentős részét. Azt, hogy mennyit használtak föl, én tudom, de hogy mire költötték, azt én nem. És nagyságrendileg mennyi volt, ami már akkor elment? Hát 100 milliós nagyság. És amikor ez kiderült, akkor úgy érezted, hogy behúzták a csőbe esetleg? Igen. De nézze, ez most elég furcsán tűnne egy cikkben, hogy olyat mondok, hogy behúztak, igen, úgy érzem. Igen, csak valami magyarázatot kerestünk arra, hogy... Ez a magyarázat rá, hogy tulajdonképpen aki az eladó állítása ellenére a bankhitel részénél nem állt a helyzet magaslatán. Az egész komplexumnak itt a kazár rendszere az megvan. Tehát itt van minden, hát elképesztő, gyerekek, elképesztő. Olyan vasak vannak, kincs a szerkezetek, ilyen kiegyenlítő tartályok,
Annak mi az oka, hogy már nem őrzik az épületet, miközben azért szinte ott maradt minden? Hát nem maradt ott igazából, csak gipszkarton és hőszigetelő anyag maradt ott. Nézze, az őrzésnek anyagi okai voltak, ez tény is való. Tehát meg kell vallanom, hogy nem volt olcsó dolog, elég hosszú ideig őrizték, és vagy nem is tudom, nem maradt ott igazán semmi. Nagyon szépen köszönöm Gulyásról, hogy tudtunk beszélni, és segített. Nincs mit, köszönöm a megkeresését. Viszont hallásra. Lázár Jánost már akkor átverték, amikor az offshore hátterű cég megnyerte a pályázatot. Igen, aztán akkor átverték ezt a szerencsétlennek tűnő kivitelezőt, amikor megvette az offshore cég hátterű céget, és átvette tőle a projektet, majd kiderült, hogy nincs rá őrész garantálva. A támogatás egy részét már elvitték, 820 milliónak 100 milliós nagyság jelentő részét már elégették. Igen. Innen szép nyerni. Csak reménykedni tudunk a győzelemben, ugyanis a magyar adófizetőknek kell visszafizetni az egész támogatást, ha a beruházás végül nem készül el. A kincstári optimizmus minden esetre egészen biztosan töretlen. A gyógyszálló mellé ugyanis óriási szabadidő komplexumot terveznek még ide. Megvan az elhagyott játszótér videónk elejéről? No, az is ennek a félkész szállót magába foglaló gigaprojektnek a része, amihez lakóparkot, tájházat, golfpályát és lovardát álmodott Kistelek és az állam. Hát Sanyi, én még mindig nagyon fázom ettől az egésztől. Pedig itt elég sok pénz égett el. Az biztos, hogy több száz millió már elégett. A kérdés most ugye az, hogy nem fog-e egy milliárdnál is több elégni. Igen. Bízunk a polgármester és a csőbe húzott vállalkozó optimizmusába, bármilyen kicsit szkeptikusak vagyunk. Hát ideg van. Bence, engem fáz. Akkor gyújts be, légy szíves. Megér egy ezres. Jó. Szóval a polgármester szerint ez nem egy patyomkin projekt. Tehát akkor miért nem őrzik? Pedig évi 10 millió jobban kijönne az őrzés is. Hát igen, és ahhoz képest a rendőrök szerint is szétlopták már az egész épületet. Azért látogattak meg minket. Jaj. Szépen égik a pénz, Sanyi. És még mindig hideg van.